Születésének 202. évfordulóján a kórház ápolási igazgatója méltatta elsőként Kossuth Zsuzsannát, Kossuth Lajos húgát, aki az 1848-49-es szabadságharc idején megszervezte az első katonakórházakat. Jelentősen hozzájárult az ápolói szakma elismertségének növeléséhez, megalapította az ápolás tudományt és elindította az intézményesített modern ápolóképzést. A nyugati határ közelsége és Ausztria vonzereje az egészségügyi dolgozókat is érinti. Az ápolók fogynak, ám a munka növekszik, és az elvárások is nőnek, fogalmazott Nagy Lajos kórházigazgató. Hozzátette, a magas szintű tudás megszerzése biztosított Szombathelyen is. Bécsi Tudomány Egyetemen jelentősen bővült a diplomás ápolók képzése, és most már remélhetően az idei évben mert tudja kezdeni munkát a Skill Labor, ahol azokat a kísérletek lehet betegek nélkül megtanulni, ami hát a betegek ápolásában fog segíteni. Bár sokkal többet érdemelnének az ápolók, mégis írják a döntéshozók javára, hogy az utóbbi esztendőkben és a jövőben összesen 72%-kal növekszik a dolgozók illetménye. Ezt már a térség országgyűlési képviselője kérte a megjelentektől. Hűség, kötelesség, tudat, szolgálat. Ezek az egészségügyi dolgozók legfőbb ismérvei, emelte ki Harangozó Bertalan kormány megbízott köszöntőjében. Puskás Tivadar polgármester a város egészségügyi programjairól szólt, valamint az ápolók munkáját méltatta. Egy gyógyítás minőségét mindig az határozza meg a beteg szemszögéből, hogy hogy bánnak vele, hogy ápolják. Múlt nélkül nincsen jelen, jelen nélkül nincsen jövő. Ezt a címet viselte a kórház szakdolgozóinak műsora, akik az ápolók korokon átívelő örök küldetését, a segítés szellemiségének fontosságát hangsúlyozták.